Kedves vendégeink, sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Juventus Gyermek és Ifjúsági Egyesület és Polgárdi Város Önkormányzat nevében. Elsőként felkérném Nyikos László polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit Polgári Város Önkormányzat és Képviselő Testülete nevében. Második adventi gyertyagyújtásra jöttünk ma össze. A múlt héten bizonyára sokan emlékeznek, akik jelen voltak, hogy az első B osztály műsorában felkészítő tanárok Molnárné Méhész Szilvia, a negyedik A osztály felkészítő tanárok Benkiné Perus Rita, a zeneiskola növendékei Hizinger Attila közreműködésével, és a hetedik B osztály Kárpátiné Frank Éva igazgatóasszony felkészítésével és patronálásával bemutatta nekünk, hogy miről is szól az advent, miről is szól ez a várakozás négy hétvégéje. A mai nap sem kisebb a repertoár, hiszen a színpadon és a műsorban megtekinthetik az iskola dráma szakköröseinek a műsorát. Ezt követően is ehhez kapcsolódóan a harmadik B osztály fog még színpadon szerepelni. Részt vesznek a műsorban az óvodások is, méghozzá az almacsoport, és a végül az iskolai énekkar is közreműködik. Sok szeretettel várjuk őket, és engedjék meg, hogy itt és ezúton köszönjem meg, hogy mindezt a mai programot összefogta és szervezte a Juventus Gyermek és Ifjúsági Egyesület, mely nem régiben alakult, bontogatja szárnyait, viszont ha még sok-sok ilyen programmal elkápráztatnak minket, mint a mai, akkor úgy gondolom, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy sikeresen és jól működjenek. Kívánom Önöknek, hogy a műsort tekintsék meg sok szeretettel, mert így készítettük elő Önöknek, és ha vége a rendezvénynek, akkor pedig mindenkit szokás szerint várunk és hívunk a már előkészített helyszínre, ide a városi piacra, ahol egy kis fogadással, a szokásos kis forralt borral és meleg teával várjuk a kedves jelenlevőket, de a vásári forgatagot is ajánlom a szíves figyelmükbe, hiszen reményeink szerint nagyon szép hasznos tárgyat lehet ilyenkor beszerezni így a karácsonyi előkészületekre. Még egyszer jó szórakozást és szép estét kívánok Önöknek, következzék akkor a gyermekek műsora. Élt egyszer Galileának, Názáret nevű városában egy szent szűz. Mária volt a neve, és egy ámbarácsmesternek, Józsefnek volt egy jegyese. Mária istenfélő lány volt, és igen sokat imádkozott. Egy napon Isten elküldte Gabriel főangyalt Máriához. Az angyal így szólt: üdvözlégy, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között. Mária megijedt, de az angyal bátorította, mondván: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. A Szentlélek száll rád, és fiat fog születni, kit Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és Isten fiának fog hivatni. Uralkodni fog, s országának nem lesz vége. A boldogságos szűz Mária erre alázatosan így szólt: legyen a te igéd szerint. Erre az angyal eltűnt, Mária pedig a földre borult, és imádta az Istent, aki olyan jóságos volt iránta. Az Úr angyala Józsefnek is megjelent, és így szólt: József, Dávid fia, vedd Máriát magadhoz. A Szentlélek száll reája, és fia fog születni, és a fiúnak Jézus, azaz üdvözítő legyen a neve, mert ő váltja meg a népet a bűntől. Történt egyszer, hogy Augustus, római császár, meg akarta számláltatni országának összes népeit. Ezért megparancsolta, hogy mindenki oda menjen, ahová való. József és Mária Dávid városából, Betlehemből valók voltak. Ezért oda kellett menniük. Betlehem azonban kisvároska volt, és mire ők odaértek, akkor már minden lakást elfoglaltak mások. Csak éppen egy istálló volt még üres. Nem tehettek egyebet, behúzódtak oda. És íme, itt született éjjel a kis Jézus, az Isten fia, kiről az Úr angyala szólott Máriának. Mária pulyába takarta a kisdedet, és jászolba fektette. Thank you.
A kis Jézus születése jelén, kint a mezőn, a pásztorok nyájaikat őrizték. Egyszerre nagy fényességgel megjelent előttük az Úr angyala. A pásztorok megjöttek, de az angyal így szólt. Ne féljetek, nagy örömhírt hozok. Ma született Betlehemben Jézus, a megváltó. Ott fogjátok őt találni, egy istállóban, pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyal elhallgatott, és sok más angyal szállt alá az égből. Az angyal sereg szépségesen énekelte szavakat. A pásztorok ekkor Betlehembe mentek. Az istállóban csak ugyan megtalálták a kis Jézust, pólyába takarva, jászolba fektetve. Rögtön leborultak, és rámbor szívvel imádták az isteni kisgyerekedet. Minden a kis Jézus született, egy ragyogó, fényes csillag jelent meg az égen. Messze földön, amerről a nap fölkér, élt három bölcs király. Mikor ezek meglátták a csillagot, mindjárt tudták, hogy megszületett a megváltó. Mert már régi jövendőlés volt az, hogy ha a megváltó megszületik, egy fényes csillag fog feltűnni az égen. A három bölcs tehát útnak indult, hogy fölkeressék a kis Jézust. Arra mentek, amerre a csillag volt. Addig mentek, míg Jeruzsálembe, a zsidóknak fővárosába nem érkeztek, melyben Heródes, a zsidók királya lakott. A bölcsek így kérdezősködtek. Hol van a zsidóknak most született királya? Mikor Heródes ezt meghallotta, nagyon megijedt, mert azt hitte, hogy Jézus az ő országában lesz király. De Heródes sem tudta, hogy hol született a megváltó. Ezért rögtön összehívta a papokat és az írástudókat, és megkérdezte őket. Ezek elővették a Szentírást, és azt olvasták benne, hogy a megváltó Betlehemben születik. A három bölcs tehát elindult Betlehem felé. Időn odaérkeztek, a csillag éppen a Szent Család lakóhelye fölött ragyogott. Bementek, és csak ugyan ott találták a kis Jézust, édesanyja ölében. Leborultak, átadták ajándékaikat, töményt, aranyat és mirhát, és imádták az isteni gyermeket.
Hogy ott az oldalsó sátorban feltűnni látták a Mikulást. Úgyhogy én azt javaslom a gyermekeknek, hogy ezt ellenőrizzék le, mert ha valóban így van, akkor biztos nem üres kézzel érkezett. És nem is egyedül jött ráadásul, ugyanis Krampusz lányok is jöttek vele, akik egy rövid táncos műsort szeretnének előadni, ez pedig inkább amíg a gyermekek a Mikulásra vannak elfoglalva, akkor a felnőttek korosztálynak ajánlom. Ugyanis ezek a Krampusz lányok nagyon-nagyon sportosak, és szeretik is űzni ezt a sportot. Egy rövid zumba bemutatót nézhetünk most meg, karácsonyi kiadásban. Jó szórakozást mindenkinek!